Minden daru mozgásnak a mozgása rögzítve van, amiből egyértelműen lehet látni azt, hogy melyik konténert hova milyen pozícióba emelte. Ennek az óriás darúnak a működési elvét mutatta be fényes litkén Tálosi János, az East-West Gate vezérigazgatója a Magyar Logisztikai Egyesület tagjainak. Ez pedig már az az ultramodern operátori terem, amelyből 5G-s hálózaton keresztül irányítják majd a daruk mozgását. A hatalmas szerkezetek nem csak konténerek, hanem félpótkocsik, pótkocsik, sőt egész kamionok átrakodására is alkalmasak. Nagyjából egy hónappal ezelőtt kezdődött meg a próbaüzeme Európa legnagyobb vasúti termináljának. A komplexum egységei az eddigi tapasztalatok alapján probléma nélkül működnek. Az 5G privát hálózat kiépítése befejeződött, annak a tesztje is, az eddigi tesztje is sikeresek voltak, nem merült fel probléma. Megérkeztek a termináltraktorok, jönnek a rakodóeszközök, az irodaépületben a technológiai rendszerek működnek, a számítástechnikai rendszert felépítettük, a szerverterem működőképes, most folyik a digitális ikernek, a Maxfernek a telepítése, tehát az elvárásaim és a idő, kitűzött időrend szerint haladunk eddig. A terminál felépítése rekord gyorsaságú volt, hiszen tavaly évelején kezdődtek meg az első munkálatok a csaknem 120 hektáros területen. A kivitelezési munkálatokkal elsősorban környékbeli vállalkozásokat bíztak meg, a vállalat pedig az állandó munkavállalói kör tekintetében is leginkább a helyiekre épít. Nagyon sok jelentkező van, fiatalok, hazaköltözők, akik visszaszeretnek költözni Debrecenből, Nyíregyházáról vagy Budapestről a környékre. Jelen pillanatban 65 fő az alkalmazotti létszám, ezt még mintegy 15-20 fővel szeretnénk bővíteni. Most különösen már a felsőfokú végzettségeknek a felvétele fog bekövetkezni. A biztonsági személyzet, a technikai kiszolgáló személyzet az döntően már biztosított. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy a létszám egy jelentős részét nem vesszük föl, hanem igénybe veszünk helyi vállalkozókat olyan szolgáltatási tevékenységre, mint fűnyírás, takarítás, területkarbantartás, hiszen azért itt mintegy 30 hektárnyi zöld területet kell nekünk gondozni, ami önmagában is egy jelentős létszámot és irányítást igényel. Kelet és Nyugat vasúti kapuja várhatóan júniusban kezdi meg tényleges működését. Ahhoz persze, hogy a terminál teljes kapacitással üzemeljen, csillapodnia kell a háborús helyzetnek Ukrajnában. Fényes Litkén felkészültek arra, hogy az alapanyag hiánnyal küzdő keleti szomszédba tűzszünet esetén eddig nem látott export indulhat meg, amiben nagy szerepe lehet a logisztikai központnak.